Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk itt a mögöttünk zajló beruházásról. Azt gondolom, hogy ha ez elkészül, egy nagyon szép városközpont fogadja majd az ideérkezőket, és a piacon vásárlókat is. Így van, megindult ez a beruházás, amit már nagyon régen vártunk, hiszen ez a beruházás a megyei területi operatív programoknak a beruházása. Ezt már 4 évvel kezdtük előkészíteni, a megye és a települések, és most már elkezdődik ez a beruházás, és Karcag is meg fog szépülni, meg fog újulni. 140 milliós beruházáson 2 játszótér, a park, a piacnak egy része, a piactérnek egy része. Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó helyre kerül ez a területi operatív forrás, amivel a megyétől érkezett. Gondolom, hogy sok-sok pályázat érkezett, amikor Karcagnak szavazták meg, hogy melyik pályázatokat fogják támogatni. Ön ezeket rangsorolta és egyetértett ezzel, vagy esetleg még marad olyan forrás, amiből későbbiekben bármit még fel lehet újítani? Mindenképpen úgy csináltuk, hogy ezeket a megyei forrásokat a települések vezetőivel, Karcag polgármesterével egyeztettük végig, a polgármester úrral, hogy mire van szükség, mik a legfontosabbak, ebbe van ez a zöld felület fejlesztés, játszóterek, parkfejlesztés, kerékpárutak vannak benne, van ipari jellegű területnek a rendbehozatala. Körülbelül 2 milliárd forint összegű fejlesztés ez, ami a megyei területi operatív programból került ide, és amikor erről mi a megyénél döntöttünk, akkor már nekünk megvolt az a rangsor, amit a települések kértek, amit a települések állítottak fel. Én azt gondolom, hogy minden egyes forint jó helyre kerül, minden egyes forint meg lett tervezve, hogy hova kerüljön, hova szükséges. Én azt látom, hogy a lehetőségekhez képest, hiszen ezek a forrásoknak nagyjából megvoltak címkézve, hogy milyen típusú fejlesztéseket lehet belőle végezni, de azt látom, hogy Karcag a legjobban fogja ezt felhasználni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!